hatalmas nagy épület, sok külső és belső térrel, közösségi terekkel, puritán bontott téglából készült. Belülről, ami mindenképp meg kell említeni, egy mozaik főoltára van, tehát egy mozaik kép, amit egy kárpátaljai lelkész házaspár készített, és nagyon-nagyon szép. Nekem felajánlotta az atya, hogy vigyek be a templomba, és különböző napszakokban készítsek az oltárról fotókat, mert térben is egy picit dombormű jellegű, tehát ahogy a nap jár, mintha mozogna az egész, tehát nagyon, nagyon érdekes hatása van.